Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Szofi Főzős blogján szeretettel. Ma egy savanyúság alaplét fog nektek bemutatni. Ezek a savanyúságok készültek belőle, itt látható a recept. Ha több lére van szüksége, nyilvánvaló minden egyes hozzávalót megduplázol, megtétlázol, megnégyszerezel, stb. Stb. Ez gondolom érthető mindenkinek. Hidegen csináljuk, picit vársz, a cukor elolvad benne, és a só is, mikor összekevered, az összes, megkóstolod. A lényeg az, hogy kóstold meg, mert lehet, hogy ez nem a te ízvilágod, lehet, hogy sokkal savanyúbban szereted, sokkal édesebben szereted, vagy sokkal sósabban szereted, de ez egy alap, tehát ehhez már lehet viszonyítani. Ezt hidegen készítjük azért, mert ezt már elmondtam egy párszor, melegen, sokkal intenzívebbek az ízek, és mikor kihűl a lé, a savanyúság lé, akkor azt érzed, hogy hú, se ecet nincs benne, mintha nem lenne benne se cukor, se só. Tehát hidegen állítjuk össze, mert hidegen jönnek ki az ízei annak a lének, amit szeretnénk majd később a savanyúsággal együtt esetleg elfogyasztani. És hogy a savanyunk is jó ízű legyen, ezért egy ilyen intenzív levet kell készítenünk. Tehát hidegen, utána persze nyilvánvaló felforraljuk, és a belevalókat is beletesszük, és miután felforrt ez a lé, és azt is felforraljuk, egy-két percig forraljuk, és utána tesszük az üvegekbe, de ez a folyamat, ez láthatjuk már különböző savanyúságoknál, amit mindjárt felkerülnek azok is a netre. A lényeg, hogy iratkozzatok fel, és akkor látni fogjátok a többi receptet is, főleg azok, amik aztán később kerülnek fel, és nem csak savanyúságokra van szó, nyilvánvaló. Az alaplénél, mikor egy uborkát készítünk, például teszünk hozzá koriandermagot, egy kanállal, egy kanál mustármagot, ez a legkevesebb alaplé, amit felírtam nektek receptbe, kerül bele kapor, babérlevél, és így főzzük föl, és az alaplé nyilvánvaló az ott van már, és akkor a többit, ami a savanyúság, ahogy készül, és ahogy a üvegben nem kerül, az meg különböző videókban látható. Nyilatkozzatok fel, tehát jelentkezzetek a csoportokba, és jelezzetek vissza nekem. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok! Szóval az alaplénk megvan. Az uborkát fogjuk most elrakni, ez egy csemege uborka, lehet látni, hogy vannak benne fűszerek, és ezek a fűszerek a koriander, a mustármag és a kapor, babérlevél. Más nincs, ugye az alaplevünket az előbb hallottátok, hozzá van csatolva ehhez a videóhoz. Mikor fölforrt az alaplevünk, akkor beletesszük az uborkákat, és szépen felforraljuk, és a forrás után egy 2-3-4-5 percig kimeddig érzi magát biztonságba, addig, hogy minden egyes uborka jól átforrósodjon, itt ez a lényeg, addig melegítjük. Közben a üvegeket beletettük hideg vízbe. Itt az a folyamat már nem látszik, csak az látszik, hogy már forrók az üvegek. Tehát hideg vízbe beleállítjuk a hideg üveget, feltesszük a gázra, és szépen a vízzel együtt felmelegítjük az üvegeket. De ezt már mutattam nektek, hisz itt tartósítószert nem használunk, és csak lefordítjuk feje lefele, és forrón tesszük bele az uborkát, vagy savanyúságot, vagy éppen amit el akarunk rakni, teljesen mindegy, hogy mit, és vigyázni kell, hogy az üveg ne roppanjon szét, ezért kell szépen hideg vízbe a hideg üveget beleállítani, és szépen a kettőt együtt felmelegíteni, és akkor az üveg is felmelegszik, és mikor ezeket a forró dolgokat beletesszük, akkor bizony nem fog történni semmi baj. Hisz, hogyha baj történik, eldurranik az üveg, akkor az egészet dobhatod ki. Nos, tehát itt az uborkákat beletettük, mondtam, felforr az uborkával együtt az egész, és akkor szépen még egy 2-3-4, maximum 5 percig hagyjuk benne ebbe a vízbe, vagy ebbe a lébe, szépen kiadagoljuk az üvegekbe, és utána pedig rá engedjük a levet, amennyit csak lehet. Kerül bele ugye a fűszerekből is, és akkor szépen egy jó kis, finom kis csemege uborka lesz belőle, és ha hiszitek, ha nem, nem lesz fonnyat, nem is teljesen roppanó, hanem olyan közepes állagot fogunk vele elérni, ami szerintem, ha túlságosan ecetezel valamit, akkor ugyanaz az állagot fogod kapni. Tehát nem kell attól félni, hogy most itt én ezt fölfőztem, akkor egy trutyit fogunk kapni, nem. Megmarad gyönyörű szépen egészbe, hisz a cukkini savanyúságunkhoz is nagyon sokan hozzáértek, hogy tényleg roppanós maradt, pedig egy évvel ezelőtt rakta el az illető. Celofán teszünk a tetejére, és szépen nedves ruha segítségével
ugye alul is nedves ruha van, fölül is, látjátok, most ez a helyes folyamat, szépen ráhúzzuk, és szépen fejjel lefele fordítjuk. Ezt így is hagyjuk kihűlni, a savanyúságokat ugye nem toljuk össze, hanem inkább távol rakjuk egymást, hogy minél előbb kihűljön, minél kevesebbet töltsön ebbe a meleg lébe az uborka, vagy éppen amit elrakunk. Még ugye a tetőket visszatettem, egy kicsit hadd rotyogjon a víz, és abba egy kicsit hadd fertőtlenítjenek még, de most ugye cellofánt is tettünk, úgyhogy túlságosan nem kell féljünk, hogy valami baj történik. Szépen cellofán, tető, csipesszel nem nyomunk bele, szépen ruha segítségével rácsavarjuk jószorosan, és utána pedig megfordítjuk fejre. Ennyi az egész. Iratkozzatok fel, mert akkor láthatjátok, hogy az elején a videónak az alapénél vannak különböző savanyúságok fotói. Azt a 6 savanyúságot készítettem el tegnap, és azokat fogom nektek bemutatni, de ahhoz fel kell iratkozni, hogy lásd aztán, mikor kerül fel a többi. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Iratkozzatok fel, kövessetek, írjatok csoportba, és stb. Sziasztok!